Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Závodni Zsolt vagyok, és ez itt a Best of Five legújabb adása. Köszöntöm állandó teniszszakértőinket, Ruzanov Andrást Montrealból és Szabó Attilát Londonból. Ma sem unatkozunk, hisz ismét izgalmas témákat boncolgatunk szakértőinkkel az elkövetkezendő közel egy órában. Tartsanak velünk, jó szórakozást! A adásunkat, ahogy azt korábban már jeleztük, egy igazán prominens szaktekintély tisztelte meg jelenlétével. A korábbi többszörös magyar egyéni és páros bajnok, európai bajnoki csapattag, junior és felnőtt válogatott, majd a Honi Szövetség utánpótlás válogatott edzője és 5 éven keresztül a Magyar Davis Kupa csapat kapitánya, Hornok Miklós. Szeretettel köszöntünk a Best of Five adásában, és egyúttal köszönjük, hogy elfogadtad az invitálást egy kis szakmai csevelyre. Üdvözlök mindenkit! Vágjunk is bele egyből a közepébe, jobban mondva a pályafutásod rövid áttekintésébe. Édesapád testnevelő tanár volt, úgyhogy a sport szeretete szinte adott volt számodra. Először úsztál, majd 8 évesen váltottál a teniszre. Miért épp ezt a sportágat érezted jobban magadénak? Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Egy 8-9 éves gyereknek elvileg fogalma sincs, hogy mi az, amit akar csinálni. Édesapám ugye levit először el akart vinni vívni, de ott kiderült, hogy 10 évesnek kell lenni ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni, tehát az túl korai lett volna nekem. És édesapám a testnevelési főiskola, akkor még főiskola csoporttársa, a budapesti Honvédban edzősködött Margit-szigeten, és ez volt az ok, hogy apám odavitt le hozzá. Nagyon megszerettem a sportot, elkezdtem játszani, úgy nézett ki, hogy van hozzá érzékem, és tulajdonképpen ott ragadtam, és egy örök szerelem maradt egész életemre, akár mai napig is mondhatom. A játékos pályafutásod során, alatt mikor érezted azt, hogy esetleg a katedra túlsó oldalán, az oktatói, tanári, edzői minőségben, szerepkörben lennél inkább, tehát hogy az áll hozzád közelebb, mint akár a játékosi. Tehát ez a génekben hordoztad ezt az adottságot, lévén, hogy édesapád testnevelő tanár volt, vagy esetleg akadt olyan momentum, ami erre sarkal? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert elsősorban a genetika, igen, tehát édesapám testnevelő tanár volt, és sportban dolgozott egész életében. Tulajdonképpen egy nevelő ember volt, akit nagyon sokan szerettek a tanítványai közül, és hát nekem is tulajdonképpen ez adott volt. Aztán utána érdekes módon, ugye 19-20 éves koromra bevonultam akkor még katonának, mert a Honvédban, mint portoló, saját nevelésű játékos szinte egyenes út vezetett ahhoz, hogy én is egy sportkatona legyek. Hozzátartozik, egy érdekes dolog volt, hogy több funkcióba kerültem át akkor, mint feltörekvő játékos. A Kárpáti Ferenc akkor még altábor nagynak, a politikai főcsoport főnök, hogy később honvédelmi miniszter lett, a személyes partnere lettem, és ezzel együtt a Honvédban Hegedűs József, aki akkor egy komoly utánpótlás nevelő munkát végzett, elkezdtem ott is tulajdonképpen ilyen sparring partnerként segíteni a fiatal játékosoknak, akkor Schmidt Petra, Schmidt Gréta, Földényi Anna, Noszáj testvérek, az egész ilyen fiatal feltörekvő generációnak én lettem tulajdonképpen egy ilyen átvezető teniszpartnere, vagy úgy mondjam, hogy nagyon sokszor helyettesítettem Hegedűs Józsefet akkor. Tehát lett egy olyan rutin egy-két évig, amíg ugye katona voltam, vagy 2-3 évig, ami ugyan visszavetette egy kicsit a felfutásomat, mint játékos, de letette az alapokat ahhoz, hogy hogyan kell bánni gyerekekkel, vagy hogy kell adni a labdát, vagy hogy kell mondjuk éppen egy honvédelmi minisztert kiszolgálni. Tehát ez volt tulajdonképpen az egésznek az alapja. Talán ez fontos momentum volt ahhoz, hogy én későbbiekben érdekes módon 21-22 éves koromtól, miután leszereltem, rá tudtam koncentrálni, hogy fussak föl. Egész napomat a tenisszel töltöttem el, rengeteget edzettem, és 23-4 éves koromra az ott a legérdekesebb, hogy akkorra futottam föl, mint játékos, és avval egy időben Jákfalvi Béla tanár úr, aki akkor volt a válogatottnak a vezető edzője, valamilyen módon érezte bennem talán az edzői vénát, és felkért engem, hogy kezdjek el edzősködni már akkor, tulajdonképpen egy adott generáció, valami akkoriban Sávolt Attila, Kisgyörg Gergő generációját jelentette. Tehát akkor ők voltak 13 évesek, és én akkor kerültem a válogatotthoz. Tehát az a munka, amit
én itt, mint válogatott edzőként csináltam, ez dolog, ez most már 30 évre visszatekint. Szinte hihetetlen, mert fiatal ember vagy, és hát ugye most, ahogy említetted a legutolsó két nevet, ugye Attila is már az edzői pályára lépett, és épp a minap jelentette be Kis György Gergely is, hogy ugye hát befejezi véglegesen az aktív pályafutását. Tehát ők is fiatal emberek, de már az ő pályafutásuknak az idején te már ott is szintén az edzői minőségben szerepeltél, szóval így tényleg azt hiszem, hogy teljes képet adtál erről az edzői karriernek az indulásáról. Mire vagy a legbüszkébb egyébként, mint így edző az eddig eltelt karriered során, ami kiemelendő? Jézus Mária, ez egy nagyon-nagyon kemény kérdés, mert olyan rengeteg emlékem van, és rengeteg játékossal futottunk föl a világon juniorként legalább. Mondjál hármat, mondjuk, csak jó, hármat. Mondok hármat, azt mondja, hogy talán akivel a legbüszkébb vagyok, úristen. Nehogy megsértsek valamit. Ne haragudj, tudom. Nagyon kemény kérdés, de talán az, hogy amit a saját munkámmal és a saját edzői felkészítő munkámmal hosszú ideig, tehát több éven keresztül tartó munkának a végeredménye volt, az a Balázs Gyurinak volt talán a ITF junior ranglista első háromba bekerülése, akkor a Roland Garros páros megnyerése, akkor akár mondhatom, Nagy Kira volt még, aki azt tudom mondani, hogy 5 éven keresztül úgy kezdtem vele dolgozni, hogy szinte nem látszott rajta semmiféle olyan potenciál, ami azt mutatta volna, hogy belőle akkora játékos lesz, mint amekkora, hogy a legjobb 8 között végzett, vagy a top 10-be végzett az juniorok között, és top 100-as játékos lett. Na most azért talán őket emelem ki így elsőnek, mert velük nagyon hosszú távú fejlesztői munka eredményeként kerültem oda. Tehát másokkal is volt, tehát akár mondhatom most már is a Fucsovics Marcival elért US Open eredményt, akkor utána volt szerencsém őt felkészíteni heteken, hónapokon keresztül a Wimbledoni bajnokság, junior bajnokság megnyerésére. Tehát ezek már mind tulajdonképpen annak a hozadékai voltak, amik az én, hogy mondjam, hitelemet megadták ahhoz, hogy rám merték bízni ezeket a félúton levő, vagy akár milyen stádiumban levő játékosokat. Tehát itt nekem olyan játékosok is kerültek a kezem közé, akik már top 200 körül voltak. Előtte más edzők is dolgoztak vele, tehát nem akarom minden kreditemet, vagy minden kreditet elvenni más edzőtől, mert rengeteg olyan játékos volt, akivel úgy kerültem kapcsolatba, hogy már nagyon jó játékosok voltak, de az én hozzáadott értékem olyan minőségi ugrást jelentett, ami ezeket a világszintű eredményeket kihozta. Tehát ezek, ahogy én felvezettem több játékost, akiket említettem az elején, megadták azt a rutint, vagy azt mondom tapasztalatot, amivel bármikor, mai napig is tulajdonképpen ez a specialitásom, bárkit látok, hogy első 5 perc alatt le tudom mérni azt, hogy hol tart, és hol kell bekapcsolódni a fejlesztési munkába, és mik azok a területek, amiket a leginkább kell fejleszteni, és talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy ebbe van talán a legnagyobb specialitásom, hogy bárkihez hozzá tudok szólni szinte bármilyen szinten levő játékoshoz. Az úszásban Szécsi Tamás edző legendáról tartották, hogy egy pillanat, egy látás elégséges volt ahhoz, hogy valakit felmérjen, és azt hiszem, hogy pont Rózsa Norbertet, Szene Attilát is így fedezte fel a említett edző legenda. Szóval ez nálad 5 perc, ha lehet így. Szint idő. Nagyon-nagyon megtisztelő az összehasonlítás, és tényleg sose gondoltam, hogy eljutott talán eddig a szintig, és ilyen megbecsülést szerezek, és ez egy otthoni közegben talán ezt hozzátérni. Személyesen ez nagyon nehéz, pláne a tenisportban, ahol hihetetlen nagy a konkurencia, a féltékenység, és hogy mondjam, a sikerek utáni kreditek megszerzése, vagy odamondása, vagy lefényképezése a játékossal, és kiposztolása, tehát láthatjuk azt, hogy itt nagyon sokan ebbe az irányba mennek. Talán ez nagyon megtisztelő, és ez a legnagyobb eredmény, amit elértem az életemben, és erre lehetek a legbüszkébb, hogy a krediteket odaadják nekem így utólag is, ahogy tőletek is hallom. Nagyon köszönöm. Ahogy szóba hoztad az emberi oldalt és a szakmai oldalt, így automatikusan felvetődik a kérdés, hogy sokszor említették neves játékosok, legendák, hány százalék tudás, szerencse, adottság kell ugye ehhez a sportákhoz. Ha most így visszatekintesz az edzői pályafutásodra, meg lehet akár is százalékosan mondani, hogy neked mi jelentett a legnagyobb kihívás egy játékos fejlődésében? Szakmai vagy az emberi szempontok?
Nézd, elsősorban, amit én érzek, ez egy annyira komplex sport, tehát itt kell egy született adottsági tehetség. Egy nagyon komoly elhivatottság és hosszú távú kitartás kell hozzá, az a legelső, amit szerintem én is így csináltam, és akivel tudtam dolgozni, megkaptam azt a türelmet, amivel végig lehetett csinálni, bár mondom, útközben ezek, amik emberi dolgokat említettetek, mindig ugye próbálták elkaszálni ezeket a sikereket, már látták, akkor utána vannak nagyon speciális edzők, akik hát úgymond látják, hogy már majdnem elkészül egy játékos, és az utolsó, jó, ki kell jelenteni, hogy egy játékos felnevelése körülbelül olyan 10-12 év, amíg elérnek valameddig. Tehát annyira hosszú távú dolog, és az utolsó, van egy csomó edző, aki az utolsó 2 évben próbál meg bekapcsolódni, be is kapcsolódnak. Nem mondanám, hogy nem értenek hozzá, de ez a nehézség ebben a teniszsportban, hogy ezt elviselni, hogy akár én is lehettem olyan szerepben, hogy egy nevelő edzőtől kaptam meg egy játékost, úgymond, mert tovább kellett lépni, tehát mindig ezek a szintezések, tulajdonképpen ezek a legnehezebb dolgok, hogy ebbe a szintezésbe valaki úgy tudjon bekapcsolódni, hogy hatékony tudjon lenni, illetve emberileg is meg tudja ezt úgy oldani, hogy mindenkinek elfogadhatóvá tegye. Ez az egyik része. A másik része, ugye szakmailag az a talentum, az a tehetség meg kell lenni egy játékosban, hogy az a versenyzői készség, hogy adott pillanatban, és pont az a lényeg ebbe az junior képzésben is, hogy ezért kell nagyon sokat menni. Tehát azt mondom, 15-20 versenyre el kell menni már 14-5 éves kortól, 13-4 éves kortól mondhatnám, hogy meglegyen az a mérkőzés és versenyszám, aminek az átlagából abban a pár versenyben vagy pár mérkőzésben kijön az az eredmény, ami megmutatja, hogy egy játékos mire képes. Tehát itt nem szabad megállni egy-egy csalódás után, hanem rögtön utána menni kell. Az a szerencse a tenisportban, hogy ez egy minden héten, minden hónapban van lehetőség. Aztán, hát szóval röviden talán ennyi. Beszéltél nagyon sok érdekes dologról, és adva van a kérdés nálam, hogy edzettél nagyon tehetséges magyar versenyzőket a mai napig. Egy tehetséges fiatal junior játékos, mondjuk ha junior szinten Grand Slam bajnokában zsálódik, mi az extra, ami utána meg kell, hogy történjen vele, hogy ugyanezt mondjuk kézzelfogható közelségbe kerüljön a profik között is. Tehát ez egy hatalmas lépcsőfok, azt én tudom, de egy borzalmasan nagy kihívás is biztos edzőként. Természetesen, tehát itt ami nagyon fontos, az a megfelelő edzés környezet, akkor a megfelelő versenyzési közeg, maga az, hogy egy játékosnak azt lehet mondani, hogy milyen körülmények között van az otthona, azt tudom mondani, ahol edz és ahol felszívja, állandóan föl tud töltődni, minden játékosnak megvan a maga helye a világban, tehát itt ez most már olyan érdekes, annyira globális lett a sport, hogy rengeteg helyen készülnek játékosok. Na most mindenkinek megvan a maga bázisa, ahol fel tud készülni, akkor onnan van egy olyan adott versenyzői energia közeg, ami továbbra is motiválja és nem viszi el esetleg rossz irányba. Ez nagyon-nagyon fontos, ahogy én érzem, hogy a játékosoknak ez meglegyen, és természetesen a megfelelő edzőknek kell ott lenni abban a pillanatban, akik ezt tovább tudják vinni. Tehát itt most látható azért, hogy rengeteg olyan előkészített játékos lett, így tudom mondani, és annyira sok játékost mozgattunk be ebbe az IFI menedzselésbe, hogy mindenki kedvet kapott, és mivel bebizonyítottuk azt, hogy a játékosok át tudnak menni, akár az otthoni közegből is, ehhez kaptak meg a következő generációk egyre több és több lehetőséget, és ahogy most látjuk, hihetetlen felfutása van a tenisznek Magyarországon, köszönhetően annak, hogy ez az egy-két játékos, emeljük ki akkor a Babus Timit, meg a Fucsovics Marcit, akikkel mi végig küszködtük ezt az egész utánpótlás menetet, és akikkel nekem volt szerencsém végig ott lenni, akár azt tudom mondani, 11-12 éves koruktól kezdve egészen, ameddig nagyjából föl tudtak futni fél útig, utána kellett az a nagy löket, amit megkaptak, hál' Istennek, és tudtak élni. Tehát az a fajta előkészítő évek, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az utolsó pár lépést megtegyék azok a játékosok, és az a pár lépés mennyire nehéz, ugye? Hát erre jött ez a kérdés, ami tulajdonképpen a múlt nélkül, anélkül a felfutás nélkül lehetetlen lenne valakit átvinni. Tehát hála Istennek itt az utolsó lépéseknél most már egyre több olyan verseny van otthon Magyarországon is, ahova a játékosaink fel tudnak kapaszkodni, főleg a Fucsovics Marci esetében, aki nagyon jól tudjuk, hogy az otthoni közegben tud a legjobban versenyezni, és nagyon fontos neki, hogy
100-200 ember, vagy akár még több, minimum 100-200 ember szurkoljon neki, akár otthon a Nyíregyházáról. Tehát mennyire fontos az otthoni gyökerek támogatása, tulajdonképpen azok a fontos elemek, amik szerintem nagyon fontosak, hogy a motiváció megmaradjon, mert nagyon könnyű eltévedni egyébként azon az úton, amikor fölkerülnek erre a szintre, hogy már át kéne csak fordulni. Nagyon sokan tétováznak, abba hagyják, elmennek külföldre, egyetemre, és feladják fél úton az egészet. Tehát viszont pont ez az utolsó lépés, ahhoz kell a legkeményebb akarat, és alá kell merülni a víz alá. Hiszel ebben a Igen. 10.000 órás dologban, 10.000 órát kell letölteni, és akkor nyilván úgy profivá válhatsz. Hát természetesen, tehát nagyon-nagyon az, amit ugye másik kérdés is volt, hogy az analíziseknek mennyi szerepe van. Nagyon jól lehet látni, és most már az internet jóvoltából egész pontosan látszik az, hogy ki milyen úton futott föl az évek során, évtizedek során, és ebből ugye adódik egy-egy ilyen átlagolás, vagy azt mondom, hogy az útvonalnak a megadása, és elvileg mindenki most már tudja, hogy mennyi munkát kell elvégezni, és pláne, hogyha egy olyan közeg van, ami ennyire facilitál ezt az egészet, akkor azért végig tudják csinálni most már egyre többet. A felzárkózás hoztad szóba, hogy a magyar junior versenyzők, amikor ugyanazt az utat járják be, mint a vezető tenisznemzethez tartozó kortársaik, hogy hol van a legnagyobb lemaradás a világ elittől, hogy mennyi időt vehet igénybe ez a felzárkózás még, tehát mennyivel vagyunk hátrányban? A hátrány az abból ered, hogy kis ország vagyunk, és lényegesen kisebb a merítés. De hát akkor mondhatom erre a példára nyugodtan azt, hogy Svájc is egy rendkívül kicsi merítés, és hiába dobnak be óriási pénzeket, és nagyon jól tudjuk, hogy Svájcban a teniszre elköltendő pénz, nem érzem, hogy az nagy probléma lenne, de mégiscsak egy Federerük van, meg mégiscsak egy Wawrinkájuk van, és rengeteg pénzt és energiát öltek bele rengeteg más játékosban is, és nem annyira jönnek elő. Tehát ez nálunk is ugyanez van, hogy az a népesség szám, és az a teniszező úgymond fiatal junior tömeg, az szükséges ahhoz, hogy az az egy-két játékos ki tudjon emelkedni. Talán azt tudom ebbe említeni, hogy és ebben nagyon büszke kell, hogy legyek, hogy mint magyarok, hihetetlen nagy arányú a tehetségünk ahhoz képest, hogy milyen kicsi számú játékos mezőn jön össze. Tulajdonképpen az anyagiaknál fogva, akkor a maga az, hogy nem annyi gyerek jön a mi sportunkba, a tenisportba, mint amennyit szeretnénk, és ebben nagyon sok erőlépés volt abban, hogy ugye népszerűsítik a sportot otthon most már egyre jobban, tehát látjuk ugye a nemzeti sportoldalakat, állandóan a versenyzések meg vannak oldva, akkor most már a 10 év alatti versenyzőknek is olyan köre van, hihetetlen jól meg van szervezve, ahogy láttam, otthon voltam most egy hónapot, nagyon-nagyon sok játékos, fiatal játékos csinálja, és nagy a lelkesedés. De mondom, azt a számot, amit itt mondjuk akár Amerikában látok, én csak itt vagyok Kaliforniában, de itt olyan létszámok versenyeznek, sokszor van verseny, ahol 150 induló van egy-egy adott versenyszámba, vagy 100, tehát rendkívül sok megint az a játékos, akik fölfutnak, és egymást nyomják följebb ugye a folyamatos versenyzéssel az évek alatt, és ez csak Kalifornia, és akkor utána még nem tudok, még a másik 50 állam, ugye, akik még ugyanígy csinálják, vagy akár a francia tenisz, ahol hihetetlen, hogy minden egyes provinciában tulajdonképpen majd tudnám azt tudom mondani, ami meg a másik siker onnan, hogy Franciaországban például 14 éves korig legalább ingyen teniszeznek. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy annyi gyereknek adnak ütőt a kezébe, amennyinek csak tudnak, és ingyenessé teszik ahhoz, hogy utána legyen válogatási alapjuk. Tehát azért ez hozzátartozik ahhoz, hogy utána akik mennek föl a út során, akkor azok azért mindig magasabb szintről kezdenek, és mivel sok játékos van, tehát még ezt hozzátenném, ami nagyon fontos, hogy itt amerikaiaknál is, ahogy látom itt a Challenger szinten, és akár azt tudom mondani, hogy a 250 ezres szinten, ATP 250-esen tömegével indulnak az amerikaiak. Tehát elérték azt most már, és ők is rájöttek arra, hogy csak úgy fognak tudni játékos nevelni, hogyha állandóan bedarálják egy 20-25-ös létszámot, és már amikor ugye oda kerülnek a 200-as szint alá, tehát láthatjuk, hogy hány játékos van a ranglistán, tehát ebből a számból ugye amikor egymás között ezek a fiatal srácok, ugye még ilyen tínédzserként itt azt tudom mondani, ökörködnek egymással,
de abban a közegben, tehát itt a legjobb versenyeken ugyanolyan gyerekként tudnak viselkedni, és rivalizálnak egymással, mintha junior versenyekről beszélnénk. Tehát ezek azok a szintek, amikben minek picikét le vagyunk maradva, mert ugye, ahogy említettük, ugye a Valkusz Máté, Piros Zsombi, és egy-két játékos még, azért az nem az a 20-as létszám, ami ahhoz kell, amikor itt egy 25-ös Valkusz Máté vagy Piros Zsombor számban, 21-22 éves korban is. Nem tudom megállni, a Svájcot említett. 90-es években ott volt Mark Rosséjuk, ugye, aki US Open döntőt játszott, és azt követően jött Hingis, ugye világ első lett, elég fiatalon, és valahogy ugye pont a Hingis pályafutás vége felé jött Federer, és most pedig Wawrinka az elmúlt években. Tehát az elmúlt 20-25 évben tulajdonképpen ez a kis ország azért olyan neveket adott, és Magyarországnak és Svájcnak a GDP abszolút nincs pariban egymással, szóval akkor tényleg nem járunk rossz úton, mert már nálunk is van most egy világ elsőnk, igaz a párosok között, de akkor is ugyanúgy már kitermelődött ugye az a korosztály, a Marcéké, a Timiéké, és abszolút a két ország nem említendő gazdaságilag egy lapon, szóval akkor mégis jó ez az út. Természetesen, na most azért akkor rájunk meg egy szóra, azért az a hagyomány, amit mi elkezdtünk itt megalapozni és újraépíteni, amit egész egyszerűen azokból a 70-es, 80-as években kitermelődött, azért nekünk is volt akár nagyon komoly játékosaink, Taróczi Balázstól kezdve az az egész generáció hihetetlen magas szinten játszott világszinten. Ami a probléma volt, hogy utána egész egyszerűen a tenisz, mint népszerűsítendő sportág, egész egyszerűen leíródott egy 20 évre, 20-25 évre. És azt ne felejtsük el, hogy az egy hihetetlen energia volt, és ebben azt tudom mondani, hogy talán az én edzői pályafutásom is nagyon keményen elvileg azt tudom mondani, hogy egyrészt belejátszott, másrészt meg megszenvedte ezt, hogy nekem dupla, vagy akár nekünk dupla, és ötször annyi erővel kellett újraépíteni ezt az egészet, ami tulajdonképpen le lett rombolva, mert el lettek engedve az edzőink, nem lettek megfizetve azok az edzők, akik ezt a munkát csinálták, és illetve magas szintre jutottak, vagy elegánsan kiléptek ebből, és utána nem segítettek a következő generációnak. Ez nagyon sajnos, ez nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy nem jöttek föl generációk. Svájcra utalva pedig, ugye Svájc pedig azt csinálta, hogy a svájci nemzeti centrumot ők is megalapították már nem tudom mennyi évvel ezelőtt, de ők egyfolytában, mivel kis nemzetből őnekik is meg kellett találni azt a nem tudom, 10-15-ös nagy tehetségű játékosokat meg kellett találni, és ki kellett választani, és mindent meg kellett nekik adni ahhoz célzottan, hogy az az egy pár játékos föl tudjon nőni. Na most mi is ugyanezt csináltuk, hogy azt a pár játékost, aki volt, ugyan totálisan reménytelennek tűntek, ugye, és akkor még voltak nekünk, és egy picit azért hagy tegyek oda egy picikét az előző vezetői generációnak, akik csinálták ezt az egészet. Egész egyszerűen ők azt mondták, hogy minek költsünk ezekre a játékosokra, ezekből sem lesz úgysem senki, és ezt még nagyon sajnálom, de még ki kell mondanom, hogy még ezt a Babos Timi, Fucsovics Marci generáció bőven megkapta, és nekünk házon belül saját autókkal kellett elvinni ezeket a játékosokat nagyon sokszor, és a saját zsebemből kellett nagyon sokszor megelőlegezni azt, hogy ezekre a versenyekre, amiken ott kellett lenni ezeknek a játékosoknak, mi elmenjünk. És tulajdonképpen kiprovokáltuk azt, hogy ezek a játékosok annyira magasra menjenek föl junior korban, hogy ne lehessen mellettük szó nélkül elmenni. Még amikor már akár egy Babos Timi is már 150-200 körüli szinten volt, vagy a Marci is már elég előrébb volt, nagyon-nagyon meg kellett küzdenünk azzal, hogy ez a nagy pessimizmus, amit mi ugye létre tudunk hozni, meg rossz akarat, meg stb. Minden, ami egy picit jellemző a magyarokra. Még akkor is meg volt az, hogy úgyse lesz semmi belőlük, és úgyis el fognak hamarosan veszni. Na most ez a másik motiváló erő, pont ez a nálunk az ellentétes motiváló erő volt mindig a legnagyobb, hogy úgyse lesz semmi, mi meg azt mondtuk, hogy úgyis lesz belőlünk valami, és akkor utána most hála Istennek már ez egy picit úgy néz ki, hogy oldódni látszik, mert nagyon sok játékos jut hozzá most már azokhoz a lehetőségekhez, akár van egy olyan privát generáció, vagy hogy mondjam, privát klubok is vannak, akik hihetetlen magas színvonalon dolgoznak otthon, és most hagyj említsek meg egy pár klubot otthon is, akik a Budai Teniszcentrum, ami most alakult, fantasztikus munkát végez, akkor a Park Tenisz Klub, egy pár olyan klub, aki tulajdonképpen azt tudom mondani, ha ez jó lenne, egy picit jobban lenne, talán, hogy mondjam, összhangba hozva, és az erőket egyesült irányba vinnék, akkor ez egy egészségesebb konkurencia lehetne, ugye a szövetségi munkával egyetemben. Tehát ez most egy picit úgy látom, hogy amit mi összetudtunk hozni, akár nemzeti centrum nélkül, mert nem volt, összehoztunk úgy klubokat és klubedzőket tudtunk bevezetni, és próbáltuk azokkal a tudásokkal és tapasztalatokkal támogatni őket,
komplett versenyzési programokat adtam ki, akkor ezt most hagyj dedikáljam magamnak, mert ezt én csináltam, és úgy, hogy egy évre előre le tudtam írni programokat, 2-3 variációval, amíg elindultak ezek a generációk, és több vonalon, ahogy mentek föl, bizonyították, hogy az az útvonal, amit járunk, az jó volt. Ezt az útvonalat járja most 5-ször annyi, vagy 10-szer annyi játékos, és ahogy látjuk, nem csak mindenki a szövetségi munkán keresztül jut előre, hanem mondom, privát vonalakon is mennek föl, viszont olyan nagy a lelkesedés, pont az a sikereknél fogva, ugyanakkor megértem a szövetség problémáját is, mert nagyon nehéz most olyan egyensúlyt tartani, amiben nem mennek el esetlegesen olyan nagynál játékosok mellett, akik viszont azt mondják, hogy ők megkapják most ezektől, akiket mondtam, kluboktól is ezt a felkészítést. Tehát ez a fajta erő megint, ami ugyan most egy picikét azt mondom, hogy több irányba húz, de ugyanakkor minden játékos fölfele megy, tehát ez is fog adni egy következő generáció nagyon komoly eredményeket, úgyhogy nagyon remélem, hogy oda eljutunk. Svájcra utalva pedig nem is nagyon volt más megoldás, mint a szövetségi úton menni föl, mert annyira drága, a Svájc még drágább volt, mint Magyarország, ugye a felkészítések, az edzők megszerzése, külön GmbH-kat kellett a különböző játékosoknak a menedzselésére alapítani ahhoz, hogy ezt finanszírozni tudják. Tehát a finanszírozás a legnagyobb probléma talán, amiben Svájc előrébb járt, mi ezt inkább az emberi munkákkal oldottuk meg, és a tudást adtuk át, és az a sok tömegű tehetség, aki tulajdonképpen a magyar tenisz azért még ennek a kis számnak ellenére is ont, ez sikerült az áttörés, talán ezt tudom mondani, és most nagyon remélem, hogy az út megy tovább így, és föl fognak futni a következő generációk is. Elhangzott nagyon érdekes dolog vagy dolgok az elmúlt pár percben. Ugye beszéltél az ausztrál vagy az amerikai rendszerről leginkább, hogy ott egy hatalmas nagy medencéből tudnak meríteni játékosokat, és így jobban kijönnek azok a tehetségek, akiket keresnek. De emellett, hogy lehet-e, ez egy hiányzó láncszem, és most amit mondta, ez egy oltári nagy dolog a szememben, hogy egy kiépült egy rendszer, úgymond akadémiák kezdtek el operálni, de minden mellett, hogy látsz-e benne a realitás vagy igazságot, hogy a genetikának is igen fontos szerepe van. Itt gondolok olyan dolgokra, mint például a tipikus, mondjuk a szerb mentalitás, vagy akár a német hozzáállás, vagy tudom én, ilyenekre gondolok, ami jelentős is, vagy kijöhet, vagy kijön a teniszbe is. Hát ez teljesen, ez most nagyon, nagyon, nagyon jó rátapintottál a lényegre tulajdonképpen. Hát csak akkor kezdjük el egy pár nemzetnek talán a kultúrájánál és talán a történelménél fogva, hogy mitől olyanok azok az emberek, amilyenek. Ugye? Tehát azt mondom, hogy akkor kezdjük az oroszokkal. Az oroszok abból indulnak ki, akármilyen viszonyunk van velük szemben, ellenszem vagy rokonszem, az oroszok a világ legnagyobb országában, a világ legnagyobb ásványi anyag kincsével rendelkező ország, és ráadásul egész történelmük során mindig győztes oldalon álltak, tehát ők mindig nyertek, tehát az oroszt nem lehet legyőzni. Az bennük van, minden háború, amiben részt vettek, őket nem igen lehetett meghódítani. Tehát ez a vérükben van, és a genetikában, amit említettél, akkor mondhatom a spanyol teniszt ugyanakkor, akik nem tudom hány száz éven keresztül ugye meghódították egész Dél-Amerikát, Észak-Amerikát, akkor a spanyol armadára visszatérve, az is egy népben tulajdonképpen évszázadokra visszamenőleg benne van a vérükbe. Akkor a németekről, amiket említettél, ugye ők szintén az a szervezettség, az a tervszerűség, ami alapján ők tudják, hogy mi tudjuk a legjobban, akkor nem csak a gazdasági életüket, a világ legjobb autói gyártják, ugye ott is az a tudás és az az önbizalom, amit ezek az értékek adnak, ez mind átmegy tulajdonképpen a játékosoknak a vérébe. És hát itt jön Amerika is, aki tulajdonképpen megint csak egy hatalmas gazdagsággal rendelkeznek, tulajdonképpen náluk megint van egy olyan, hogy nem probléma semmi, ők el tudják érni, amit akarnak, ha más nem, akkor olyan tőke beinjekciózással, amit egyszerűen más országok nem bírnak. Most akkor jön itt hozzá, akkor a mi magyarságunk, akkor hagyna mondjam a mi történelmi viszontagságos útjainkat, akik azért nagyon sokszor vesztes oldalon álltunk. Most az is benne van, hogy amikor elkerülünk itt nagyon sok jó helyzetbe, amikor már azt mondjuk, hogy majdnem megnyerjük a versenyt, hirtelen akkor beugrik a pánik, a genetikai pánik, hogy úristen, mi van, ha veszítünk megint, ahogy szoktunk. Tehát egész egyszerűen ez sajnos, ezt megint tapasztalatból kell mondjam, hogy ezek a genetikai dolgok, vagy akkor említsük a szerbeket, akik egy olyan vadnép, hogy nem igen tudta senki leigázni őket, és
és nagyon sokáig ugye Európa és a világ abszolút nem fogadta be őket, mert annyira, most akkor nehogy rossz szót használjak, de olyan vérengző agresszívak voltak, tehát ami átment bennük a vízilabdán át bármilyen sportágban, ha ők nekiindultak, ott megint olyan agresszívak voltak, hogy őket úgy érezték, hogy nem lehet legyőzni. Akkor nézzük a horvátokat, amikor kimész Horvátországba, és elmész Zadarban, végig sétálsz a főúton, és az átlag magassága 2 méter és 2 méter 10 centi között van a férfiaknak, a nőknek meg 190 centiméter. Hát amikor ilyen emberanyag születik, hát akkor abból azért látjuk, hogyha Karlovicsok meg Marin Csilicek, rengeteg hihetetlen nagyméretű játékos jön elő, akik ugyanazzal a munkával, amit akár azt mondom, hogy mi is elvégzünk, de nem lehet egy lapon említeni azt a teljesítmény leadási képességet, amivel rendelkeznek. De ugyanakkor nyilvánvalóan a tenisz, hál' Istennek, annyira összetett sport, hogy ha valakiben van egy olyan tehetség, akarat, szorgalom, gyorsaság, kisebb méretekkel is oda jutnak a játékosok. Tehát eltértünk egy picikét, amit elkezdtünk mondani, de a genetika az rendkívül meghatározó, és szerintem a genetikai viselkedés egy adott nemzetre jellemző viselkedés, ahogy itt említettem, viszonylag ez abszolút rányomja a bélyegét, minden egyes mérkőzés láthatunk most is. És akkor ebből következően mi az, amiben jók vagyunk, amiből mondjuk tudunk kovácsolni valami pozitív kimenetelt? Az a magyaros kombinációs képesség, az a... Virtuós. Az a hihetetlen, de csak a nyelvünkből adódóan is, tehát én is több nyelvet beszélek, és nincs még egy ennyire precízen megfogalmazandó nyelv, amiben 10 szóval is le tudunk írni, vagy akár még többel. Szinte túl bonyolultan csináljuk tulajdonképpen, de olyan sok variációnk van fejben, hogy ez tulajdonképpen átmegy a játékra is, tehát rendkívül sok olyan zsenink születik ennél fogva is, akik fejben olyan dolgokat tudnak, és olyan döntéseket, olyan gyors döntéseket tudnak létrehozni, amivel egész egyszerűen nagyon sokszor előrébb járnak. Tehát pont ez, ami az előnyünk is, ez nagyon sokszor hátrányunk is, mert nagyon fiatalon rendkívül okosak és nagyon tehetségesek a gyerekeink, és nagyon sok mindent el tudnak érni, ugye azt mondjuk jókezű játékos, vagy hihetetlen tehetséggel meg tudják oldani a szituációkat a pontba. Ami jön utána viszont, a kemény munka rész, abban nem vagyunk olyan, hogy mondjam, élenjáróak talán. Tehát mindig megtaláljuk azt a legkönnyebb utat, amivel föl tudunk menni a végén, viszont sajnos nem lehet megkerülni azt a nagy munkát, amivel oda lehet kerülni, és itt jön az a hihetetlen tehetségeltékozás, amit tulajdonképpen láthatunk, hogy még majdnem egy Fucsovics Marci is ráment arra, hogy hál' Istennek a Sávolt Attila nagyon szívos munkával rá tudta állítani arra, hogy emberileg rá tudja venni arra, hogy azokat az értékeket, amiket a munka ad, azt hozzá tudja tenni ehhez, és most láthatjuk ennek az eredményt, vagy azt tudom mondani, a Babos Timinél is, akinél a munka viszont sosem volt probléma, viszont van egy olyan edzője jelen pillanatban, aki szintén kitartóan viszi végig, annak ellenére is, hogy állandóan összezördülések vannak meg nagyon viharosak a kapcsolatok, meg a Timinél is láthatjuk, hogy milyen viharosak az emóciós kitörések, stb. Tehát ezért ingadozik úgy a teljesítménye, de olyan akarat van a Babos Timivel, és meg az egész Babos családban, akik szintén eldöntötték, hogy már pedig ők be fogják bizonyítani, hogy ők a legjobbak a világon. Ez az akarat viszont annyira viszi őket előre, hogy hát oda tudnak lassan érni. Néha kell a drákói szigor, akkor végülis ez majdnem megkerülhetetlen. Most talán pont rám céloztál, mert én vagyok talán az egyik ilyen nagyon, hogy mondjam, talán nem mindenki kedvel feltétlenül. Pláne azok, akik esetlegesen nem gondolják komolyan azt a sportot, azok nem kedvelnek engem annyira, mert én is a nagyon kemény és nagyon szigorú munka híve voltam mindig, és annak ellenére, hogy az évek során azért változtam, de a drákói szigor nélkül ez nem működik. Tehát az a lényeg, hogy viszont a végén maga a játékos tudjon olyan szigorú lenni magával, amihez az edzőnek csak hozzá kell segíteni, hogy a lehetőséget meg tudja kapni ahhoz, hogy rengeteget és megfelelően tudjon dolgozni megfelelő közegben. Mint a hasonló arszpolitikát vallana a jelenlegi világ első, és úgy érzem, hogy akkor mégis kifizetődő szigorúnak lenni. Jó, a Nadalra említünk, a Nadalra említjük. Na most akkor nézzük meg a Tony Nadalnak a szerepét. Én nagyon szerencsém volt, mert évtizedeken keresztül tudtam járni a Grand Slam tornákra, és test közelből tudtam látni ezeknek a játékosoknak az edzéseit. És akkor csak hagyj említsek egy sztorit, amikor Tony Nadal egy mérkőzés előtti napon
a Roland Garroson például az egyik barátom, aki egy olasz edző volt, egy juniorban, kvalifikációban kiesett játékost rendelt Rafának, hogy adott helyzetben, tehát a srác mindent legalázatosabban meg tudjon oldani, és a legkisebb, hogy mondjam, legszerényebb figura a pályán Rafa Nadal volt. És a Tony Nadalnak csak a szemével kellett tulajdonképpen tartania a fegyelmet, és lehetett látni, hogy a Rafa mindig visszanéz, és próbálja valamilyen módon, na most már elég lesz, vagy talán most már akkor ott vagyunk valahol, és még mindig, mint egy szikla ott állt a Tony Nadal, a Rafa, mint egy 8 éves kisfiú, igen, igen, nagybátyám, megyek és csinálom a munkámat. Tehát ez a fajta alázat, ez enélkül nem lehet ott, és ezt ha megnézzük, akár akkor említhetjük a második játék Roger Federert is, aki nézzük meg, hogy milyen sokáig kitart akár Szerény Lüti mellett, és vagy akkor aki a legfontosabb az életében a Paganini, ugye, aki csinálja a kondíció munkáját, nagyon-nagyon megbecsüli az összes edzőjét. Hát még olyat, na most akkor hadd említsem azt meg, hogy ami egy kicsit ugye mindig én magamra is próbálok utalni, nem látok még annyi emberi pozitív viselkedést visszafele nézve a magyarokba, mint amennyi ezekben a játékosokban megvan a nevelőedzőik számára. Ez sajnos, ezt ki kell jelentsem, ez nem úgy van, és próbálják a magyarok, ugye, mivel ez olyan nehezen ment ez a felfuttás, és pénzben, mindenben itt mindenkinek a segítségét ki kellett használni, akkor ezt így mondom, hogy ki kellett használni. Nagyon nehéz utána azt mondani, hogy hálás vagyok azoknak az embereknek, és ez nem csak én rám vonatkozik, nagyon sokakra, másokra is, akik dolgoztak így. Nagyon szívesen átlépik a magyarok azokat az edzőket, vagy azokat a lépcsőket, és elfelejtik, akik esetleg támogatták őket anyagilag is. Ez főleg a szülőkből is jön sajnos, és ennek kell nagyon komolyan megváltozni, és ezt akkor hadd jelentsem ki, ha emberileg ezek a magyar játékosok, szüleik meg tudnak változni, és jó indulatúak tudnak lenni, az nagyon-nagyon sokat hozna egyébként a játékukon. És ezt hagyd mondjam, csak ha azt nézzük, hogy Roger Federer nem tudom hány, már több mint egy évtizeden keresztül annak a Peter Carternek a szüleit a legnagyobb luxusban hívja meg Ausztráliából, repülőjét vásárol nekik, és viszi oda őket a legluxusabb körülmények közé, be a Páholyba, és ők mindig ott vannak minden egyes évben, amikor Roger ott játszik, aki ugye 18 éves korában halt meg Federernek, és ő volt a legmeghatározóbb edzője, és ezt a mai napig állandóan kijelenti. Na most vagy azt mondom, hogy Rafa, aki azt mondja, hogy Tony nélkül nem lenne sehol. Amíg ez a fajta úgymond nagy lelkűség azok irányába, akik ezt segítették, és nem az az önzőség nyomná rá a bélyegét a játékosainkba, ami jelen pillanatban jellemző rájuk, akkor sokkal jobbak lennének. Meg amikor már odaérnek a játékosaink, és ott rendelkeznek, én nem tudom hány, több millió dollárra rendelkeznek, és még mindig probléma az, hogy valaki felé esetlegesen nagy lelkűek legyenek, akár anyagilag is, ez akkor probléma, amikor ők már nem tudnak nagy lelkűek lenni, ezt nagyon nagy komoly problémának érzem, és ebbe azért, ha változnának, akkor ők is előrébb mennének, és minden egyes gesztussal, ami ilyen lenne, még az ő bevételeiket is növelni. Pontosan annál fogva, hogy a gondolkodásuk megváltozik. Peter Cartert említetted, aki egyáltalán nem csökkentve az edzői érdemeit, de azt hiszem majdnem, hogy kijelenthető, hogy igazából ő volt, aki embert faragott Federerből, tehát talán többet tett le majdnem ezen az oldalon, mint akár a játékos kvalitásai terén. És ez a megbecsülés, tehát mai napig elcsukló hangon, és ahogy mondtad, a család iránti legnagyobb alázattal és tisztelettel viselteti egy Roger Federer, szóval azt hiszem, hogy ez annyira példaértékű, hogy ennél jobbat nem is ragadhattunk volna ki. Itt végigvettük, ugye, és ahogy nagyon szépen elemezted, akár a szövetségen keresztül is a honi tenisz életet, abban az elmúlt 10 évben te 5 Davis Kupa csapat kapitányként töltöttél. Össze lehet azt foglalni, hogy egyáltalán a 2010-es éveket követően a magyar tenisz élet hogyan pesdült fel, tehát milyen fajta pozitív attitűdöket és impulzusokat kapott ez a sportág, aminek most is érezzük a hatását. Igen, igen, igen. Egyértelmű. Tehát ami a leglényegesebb dolog, tehát tulajdonképpen az összes olyan utánpótláskorú játékos, akivel foglalkoztam, és az évek során fölfutottak, talán ebbe volt egy, és ez, amit akartam azért mondani, hogy vannak pozitív emberi viszonyulások is, az összes olyan játékosunk, aki fölfutott, tulajdonképpen is befutott Davis Kupa szintre, nagyon komoly tiszteletet mutattak irántam,
És ez volt annak, ha volt egy lehetőségem így, hogy megkaptam azt a széket, amibe beülhettem, annak ellenére, hogy mondjuk én pont egyel alatta voltam a Davis Kupa, mint játékos szintnek. Talán azt tudom mondani, hogy már egyszer majdnem bekerültünk, de akkor még utolsó pillanatban mégsem minket választottak, de azért abba a mezőnybe is mi azért olyan komoly szinten tudtunk játszani, hogy akik akkor voltak Davis Kupa játékosok, azokat rendszeresen meg tudtam verni. Én nem tudtam annyit utazni, de ez már az én magam problémája volt, anyagilag nem volt rá lehetőség, de ez teljesen mindegy, ezt én megemésztettem, és mint edző sokkal több, hogy mondjam, sikert tudtam elérni másokon által, mint amit esetleg én magam el tudtam volna érni, mert lehet, hogy én nem lettem volna alkalmas erre a túrrendszerre, mert nem úgy nőttem föl 14 éves koromtól. Aztán utána, amikor bekerültem a Davis Kupa válogatottba, a Davis Kupa csapat az egy nagyon szép húzó, ezt ki kell jelentsem, hogy az előttem levő években még csak együtt sem ült a csapat a kispadon. Tehát annyira nem volt összetartás a csapatban, hogy még sokszor a játékosok egymás ellen szurkoltak, és nem ültek egymás meccsére oda szurkolni, hanem fölültek a nézők közé. Én azt vérző szívvel nézegettem ezeket. Én mondom, szerencsével odajutottam ehhez, és én azt mondtam, az az első, amit nekünk meg kell valósítani, elsőnek az a rend. Leírtam egy olyan viselkedési kódexet, amiben mindenkinek, a magyar színeknek megfelelően kell viselkednie. Mindenkinek ugye egyenruhát adtunk, akkor ezen kívül kötelezőre vétettem azt, hogy bent először sajnos tatárjárésen be kellett vezetni olyan rendszabályokat, amik egész egyszerűen nem léteztek. Tehát az egységet olyan keményen kellett, drákkói szigorral, ahogy itt az előbb említettük, meg kellett ezt valósítani a kút. Utána feltöltöttem, próbáltam azt csinálni, hogy a játékosok ne üljenek ott teljes mértékben hanyatdőlve. Behoztam fiatal játékosokat. 8-10 játékos volt mindig a felkészülési héten együtt. Több edző volt a pálya körül, gyúrónk volt. Megkértem az akkori vezetést, Richter Attila már akkor adott nekem lehetőséget erre, és megfinanszírozta ezeket, pedig akkor még a szövetségnek annyi pénzese volt, hogy normálisan engem kifizessen, de erre akkor pont azért, hogy a jövőt meg tudjuk alapozni, erre valamilyen módon meg tudta szerezni a pénzt, és ettől kezdve azok a fiatal játékosok, és minden egyes generációt, akit arra érdemesnek tartottam, már beültettem oda a pistpadra, egész héten együtt edzettek a nagy játékosok, a kötelességük volt kiszolgálni a jókat, és megpróbálni úgy viselkedni, és mindenkinek rendszerbe kellett lennie, és állandó kontrollat volt, összetartás volt, megbeszélések voltak, kielemzések voltak minden nap, mi történt, csapatösszeállítás, a csapat véleménye ki volt kérdezve, de ebben még mondom, nekem nagyon keményen még a Fucsovics Marcit is kellett nekem ebbe, sajnos rá kell térjek erre is, mert ő is nem volt még ebben, hogy ő hogy viselkedjen egy ilyen adott csapatban, tehát rendkívül, mint nagyon sikeres juniorként én azonnal próbáltam őt behozni, annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy akkoriban ő neki nem volt a legmegfelelőbb a hozzáállása. Én kiálltam mellette nagyon keményen, és ezt nagyon örülök neki, hogy sikerült ezen is átvezetni, és ez is segítette őt tovább lépegetni, és sajnos kellett hoznom egyszer egy olyan döntést is, hogy ki kellett hagyni a csapatból. A saját menedzsere hívott föl, az akkori menedzsere, hogy közös egyetértésben valamit kell csinálnunk, mert különben nem tér észhez. És nagyon szerencsém volt abban, hogy utána annyira sikerült ez a pofon, hogy későbbiekben a Marci volt az első, aki vezéregyéniségé tudott válni, és a felfele vezető úton nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ő be tudott állni így, és át tudta venni nagy nehezen azt a vezető szerepet, amit azért, hát ami nagyon nagy űr volt itt nekünk az utóbbi évtizedekben, és hát amihez ez a nagyon komplex összetett, hogy mondjam, útvonal, amit mi kijelöltünk, végig kellett vinnünk, nagyon-nagyon-nagyon kemény volt. És ami még a másik, amit visszaemlítenék, hogy az a széthúzás és rossz indulat, ami tulajdonképpen jellemezte, de sajnos nem csak a teniszt, hanem az egész országot. Mindenki ellen dolgozott, állandóan mindenki be akar csapni mindenkit, akkor utána senki nem mondott igazat a másiknak évtizedeken keresztül. Nagyon sok olyan probléma volt, ami miatt utána az a fajta viselkedés, amiben most felmenteném ezeket a szülőket is akár, mert ebben a káoszban és állandó kiszúrásos helyzetekben kellett megtalálni a felfele vezető utat. Azt tudnám mondani, hogy talán most már ez kicsit enyhülhetne, és enyhül is, és egy kicsit még jobban az erők mehetnének csak a pozitív irányba, és kevesebbet egy picit a visszahúzó erők irányába.
Akkor ez nem is kérdés, gondolom, hogy mindenkinek be kell tálni a sorba, és ez a Marti sem volt kivétel, és egyértelműen ugyanígy cselekedni a valószínűleg, mint ahogy akkor tettél, nem, de... Maximálisan, de ez még előbb kellett volna sajnos, tehát még előbb kellett volna, mert akkor nem vesztett volna annyi évet, de hát ehhez kellett az Attila is, ahogy mondom, és kiemelem az ő munkáját, amiben nagyon örülök neki, hogy hát sikerült, és ráadásul még amikor felmerült az ő neve is a kérdés, hogy melyik edző legyen, feltétlenül ő volt az, akit én javasoltam, mert ő volt az egyetlen olyan, akinek a munkamorája már akkor, amikor itt semmi nem volt, és próbáltunk egy ilyen fajta rendszert vagy rendet csinálni, ő már akkor itt kivonta magát az egészből, és rendkívül keményen, szisztematikusan egymagában képes volt a top 100-ba bemenni. Ez egy hihetetlen teljesítmény volt tőle. Amikor utána ugye ez a fajta drákai szigor, amivel rendbe lett téve ez a csapat, és a csapat utána a harmadik, negyedik évben már elkezdett mutatni, bár még akkor voltak olyanok, hogy egyes játékosaink nem álltak rendelkezésre, mert nem voltak még meg azok a anyagi lehetőségek, és volt olyan helyzet, amikor egy játékos azt mondott egy olyan összeget, amennyire akar játszani, amennyit egész egyszerűen akkor vagy nem voltak hajlandók, vagy nem tudtak kifizetni. A lényeg az, hogy ugye akkor még egy-két játékos révén olyan kulcsjátékosok hiányával a csapat kiesett, és akkor egy évre rá tudott a csapat felkerülni, de már egy olyan csapatszellemben, hogy teljes mértékben egy vereség nélkül lehetett látni, hogy a csapatban olyan egység alakult ki, hogy egymásért is tudnak dolgozni, és elkezdtek jönni ezek a sikerek. Utána már, hát most egy picit hagyd mondjam azt, hogy könnyebb volt beülni a kapitányi székbe, miután ezek a piszkos munkák el lettek végezve, és a játékosok feje rá lett állítva a helyes irányra, és mindenki tudta a dolgát. Ezek a rutinok már olyan szinten be voltak vezetve, hogy senkinek nem is kellett tudni. Ez egy önjáróvá váló csapattá vált, hála Istennek, és ennek nagyon örülök, hogy a következő kapitányok ezt tovább tudták úgy vinni, hogy sikeresebbek tudtak lenni még inkább. Sajnos az előkészítő és ez a piszkos munka, ami a kiképző őrmesterekre jellemző sajnos, az az enyém volt sajnos. A sikerek meg így elviekben később ugyan visszalettek igazolva nekem is, hála Istennek, és ez egy nagyon kedves gesztus volt mindenkitől, de ez már a másik kapitányokkal jött ki. Ha nyitunk a nemzetközi poront fele most a magyar szintérről, hogyan láttad az elmúlt két Grand Slam tornát edzőként és szakemberként? Hol vagyunk mi magyarok most? Csodálatos tényleg, hogy Timi világelső lett párosok között, és Fucsovics, Marci, Piros Zsombor, Valkusz, Máté sorra nyeri akár a Challenger versenyeket, akár most már az ATP tornákon is leteszi a névjegyét. Milyen a magyar tenisz jövőképe és megítélése most külföldön? Hogy látod? Most, hogy egyre többen ugye kezdenek most már itt, akkor azt mondom, hogy hagyd mondjam, hogy itt, mint otthon, aki ülök és éjjel-nappal a Tennis Channelt nézzük. Egyre többször ugye én még annyira lelkes voltam, hogy még fényképeket csináltam azokról a bevágásokról, amikor a mi játékosaink elkezdtek játszani és elkezdték közvetíteni őket. És ez most komolyan mondom, az utóbbi egy évben ennek még nagyobb boomja van, és még inkább egyre sikeresebbé válnak, főleg ahogy a Marci ugye Ausztrál Open-en ezeket a hihetetlen beköszönéseket megcsinálta, és a Federer ellen is fantasztikusan játszott, akkor az emberek elkezdték már felkapni a fejüket. Ugyanígy a Babos Timinél is, ugye, amikor ott van, és most már mint páros játékosként is a világ első, és amikor nagyon komoly játékot tud produkálni nagyon jó játékosok ellen, akkor azért megismerik a játékosok nevét, és hát egyre többet ugye kezdenek beszélni róluk és analizálni. Na most még mindig úgy látom, hogy még mindig sokkal többet kell előre kerülni, hogy Amerika, aki tulajdonképpen csak a legjobb teniszezőket nézi, már a 40-50. Játékos tulajdonképpen majdnem, hogy neve nincs játékos az ő szemükben. Tehát ők nem foglalkoznak annyira, ugye csak a legjobb 10-zel, akiket utána promotálni tudnak, és akikkel az eladásokat tudják növelni. Jelen pillanatban, mondom, nagyon nehezen tudunk ebbe a körbe bekerülni, különböző oknál fognak. Be kell valljam töredelmesen, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban most a tenisznek egyfajta aranykorszakát éljük. És azért ez mondom így, mert a három legsikeresebb férfi egyes teniszező az most már lassan közelebb áll az 50 Grand Slam győzelemhez, mint a 40-hez, ami elég durva. És mindegyik játékosok, de említettem most a Federer, Nadal meg a Djokovic esetében is, egyre komplexebbá vált a játékjuk. A Federernek, nem tudom, a fonákja egyszerűen maga az állam most már. Én személy szerint a Nadalnak a body szerveit egyszerűen
imádom, mert ez neki nem volt ilyen kártyai régebben. Djokovic pedig ugye a legkomplexebb játékosok egyike, aki a legjobb fogadójátékos jelenleg most így ezen a porondon. Egyfajta űrtenisz alakult ki az én szememben, és annyira magasra van téve ez a lét, hogy meddig lehet ezt még emelni, illetve hát még növelni, hiszen egy új generáció, majd valahogy ezt át fogja venni, és egyszerűen ez egy hatalmas magasság. Hova lehet még fejlődni? Igen. Tehát az a probléma, ezek a játékosok, ugye, amikor elkezdtek följönni, lényegesen még, nem lényeg, de kevesebb tornát kellett játszaniuk. És azzal, hogy ilyen népszerűvé tették ezek a meghatározó játékosok a teniszt, egyre több ország, egyre több olyan versenyt kezdtek el rendezni, ugye, amikben meg tudják hívni, és az üzleti részt ugye tudják dominálni, és ami miatt így, ahogy mondod, aranykorát éri a tenisz, annyira túlhevítették, hogy annyira túl vannak húzva a játékosok egész egyszerűen, hogy lehet látni, hogy amit már ezek a játékosok anno elértek, egész egyszerűen fizikailag ma iszonyatosan nehéz elérni. Akkor pontosan a játék is, amennyire ezek a védekező technikák, akkor szinte alig lehet befejezni a pontokat, annyira lelassították a pályákat, hogy látványossá tegyék ugye a labdameneteket, és a nézők számára még jobban eladható legyen. Kiégetik a játékosokat. De nézzük meg, hogy hány játékos vonul vissza fél évekre, és próbálja összeszedni magát. Annyira kemények a követelmények, hogy nem vagyok benne totálisan biztos, hogy még egy ilyen generáció föl tud épp. Nem véletlen az, hogy most próbálják ugye igazítani egy picikét a szabályokat, hogy valamilyen módon azért ne öljék meg azokat a cirkuszi résztvevőket, akik miatt az egész világ rajong ezért a sportért. De azt mondod, hogy a szabályok mellett lehet, hogy mondjuk a kalendárt is, tehát a naptárt is át kéne kicsit mondjuk változtatni. Nadal, ha erről beszél, hát meg mindenki erről, akkor Federer fogta, és azt mondta, hogy oké, őt nem érdekli tovább abban a pillanatban, hogy úgy érzi, hogy ki van égve, viszontlátás, nem láttok két hónapig, vagy három hónapig, és majd jövök. És akkor utána persze a többi játékos, akinek ugye kötelezettségei vannak a tornákra menni, meg stb. Meg elindulnak, meg kapják azért ő, neki kell azért még az a fellépti díj is, amit már a rendezőknek is be van építve a költségvetésébe, akkor ők azért panaszkodnak, hogy Federer minden megtehet. Ugye főleg Djokovic volt, aki panaszkodott egy időben, de Federerre meg a Nadalra, mert ők mindig többet kapnak, mint amennyit ő. Nem lehet már ezt sokkal tovább csinálni. Nézzük meg akár csak Andy Murray-t, aki most visszatért nem tudom hány hónap sérülésből, és éjjel 3 órakor fejezte be a mérkőzését. Zokogó rohamba tört ki, és már nem ő az egyetlen, mert annyira hallhatjuk, hogy Wawrinka is elcsukló hangon beszél, akkor hányszor fakadt sírva Roger, hányszor fakadt sírva Pete Sampras annak idején. Tehát olyan szintre van emelve az egész, hogy túl van feszítve a húr, szó szerint? Túl van feszítve a húr, igen. És nagyon nehéz tartani, ettől függetlenül ezek a játékosok annyira fegyelmezettek, és a szabályok annyira jól le vannak fektetve, és a szerződések olyan kemény kikötésekkel vannak megkötve, hogy nem nagyon van kibújási lehetőségük. De hát mégis próbálnak lázadni, de nincs rá lehetőségük, mert meg vannak kötve ezer szálon. És az olyan fokú intervenciót, amit azt hiszem Nadal hozott föl, hogy esetleg megemelni a hálót, tehát ami az játék alapjaiba, az alapszabályokba történő beavatkozás mellett szólna, vagy az adogató udvart kisebbre venni. Látsz ebben valamiféle rációt, hogy ezeken változtatni? Hát most itt akkor, jó, akkor most a Nadal mondja ezt, mert ő egy iszonyatosan a háló fölött pörgeti a labdát, és csak akkor kap ki, amikor egy gyorsabb felületre érkezik, amikor esetlegesen például az Ausztrál Openen is a pálya gyorsabb egy kicsit, mint a többi, és akkor Federernek a támadó játéka jobban érvényesül. Federer meg pont az ellenkezőjét mondaná, ugye, hogy rövidítsék le a játékot, és legyenek gyorsabbak a pályák, tehát mindenkinek a saját játék stílusához akarná igazítani a szabályokat. Ettől függetlenül, hát ugye itt van, látjuk Wimbledont is megint ezeket a 25-23-as döntőszettes eredményeket, tehát nyilván gondolkoznak azon, hogy tiebreakot bevezessenek esetleg ott is, bár ők annyira tradíciók mellett vannak, hogy ennek nagyon-nagyon kicsi az esélye, de mégis van. Vagy akkor ők is, hát azért a tradíciók ide vagy oda, de az a füves pálya, ami 20 évvel ezelőtt volt, az most egy teljesen más füves pályát jelent, lehet hosszú labdameneteket játszani alapvonalról, ami régebben szinte félig meddig lehetetlen volt, 6-nál több labdamenet nem igen volt a füven, és akkor azért nem égtek úgy ki a játékosok. Miklós, hogy látod a jelenlegi nagy négyes tagjai, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, meddig lehetnek még a csúcson? Mikor jöhet el a tényleges generációváltás?
Most az én szememben ők bármelyik percben kiszállhatnak. Tehát én nem érzem azt, hogy szeretik a játékot, de egyre többször már megemlítődik ugye a család, ugyanakkor megemlítődik a család a Djokovicnál is. Most hála Istennek ugye azért jött meg Djokovicnak is a motivációja, mert meg akarja mutatni ő is a saját kisfiának, hogy hogy teniszezik, ami az első motiváció volt Federernek is. Most a Nadal motivációi, ugye még neki nincsen családja, de ő neki meg az a rendszeres munka és a tenisz szeretete az annyira magas, hogy egész egyszerűen meg azért nem száll ki, és ami az egész életét nem is nagyon tud másról tulajdonképpen, csak nem is tud elképzelni. Ezek a játékosok nem tudnak elképzelni más életformát, mint ezt. Emlékszem jó pár évvel ezelőtt, amikor Agassit megkérdezték 35 évesen, amikor újra visszamászott a világ első helyre, hogy hát most nem érzi magát öregnek, vagy most nem kéne már, vagy mikor fog visszavonulni, vagy valami ilyen buta kérdést kapott. Azt mondja, haragudjanak már, de azt mondja, engedjék már meg, hogy játszak, nekem ez az életem, ez a munkám, nem is tudok mit csinálni ezután. Tehát, és ez így igaz, mert per pillanat, ugye itt van Las Vegasban, lehet látni, hogy pocakot eresztett, ugye megpróbált Djokovicson keresztül visszajönni, de ugye nem kapta meg azt a tiszteletet a Djokovictól, amit kellett volna, és utána visszavonult. Tehát a milliókkal együtt egy unalmas élete van, hát szóval ez nem egy egyszerű ám utána feldolgozni azt, hogy nem minden nap az ember fellép, és az a motiváló energiák, amik vannak, ebből a Roger Federer se akar kiszállni, a Maybach Mercedes-szel várják bármelyik repülőtéren, és a fél világ előtte hever, vagy azt mondom, hogy a megnyert ausztrál döntő után átmegy a másik stadionba, ahol a nézők csak a kivetítőn 15 ezer ember nézte, és bemegy oda, és ünnepeli tulajdonképpen, és megköszöni az ünneplést. Szóval ezt az érzést, ezt nem tudja semmi más kiváltani a világon. Tehát ez egy olyan drog, amiről nem lehet leszokni. Szóval mondjuk azt, hogy esetleg Tókióig ilyen közeltávoli célként megjelölve az olimpiát, akkor azért még láthatjuk őket valószínűleg. Igen, és ami a szerencse, hogy ezek a játékosok már megtanulták kezelni akár azt a vereségeket is, amik esetlegesen régebben ugye, hogy mondjam, annál fogva, hogy valakinek olyan a presztízse és olyan a renoméja, hogy azt nem bírta elviselni, és akkor inkább kiszállt. Ezek a játékosok azért hajlandók kikapni, és utána lenyilatkozni, hogy ez belefér, és benne van, és utána megyek tovább, mert élvezem, és amit csinálok. Tehát benne van az, hogy azért megmaradnak. Ettől függetlenül, ha jön egy rossz periódus, és akár akkor Federer esetében a család egy kicsit is visszahúzó erőt jelentene, amit kétségeim vannak e felől, de akkor abban a pillanatban változhat ez a helyzet. Ahogy ugye láthattuk, hogy Djokovic is egy évre legalább tulajdonképpen a családdal volt elfoglalva, és egészen meg volt csömörlővel ettől az egésztől, és most hirtelen kapott egy új motivációt, akkor érdekes Marian Vajda visszatérése, Pepe Imaz, ugye ennek a mágusnak a távozása, ugye amit hát ez egy érdekes dolog volt, mert elvitte egy olyan irányba a gondolkodását, ha már egy kicsit erre kitértem, ami spirituálisan nem volt, hogy mondjam, sokan nem tartották normálisnak abban az időben a Djokovicot. Ez az igazság, és amikor Marian Vajda visszatért, akkor ugye ő azt mondta, hogy az egy kikötése van, hogy ez a pszichológus, spirituális pszichológus, ez szálljon ki ebből a buliból, mert olyan szinten elment a realitásoktól, hogy enélkül nem lehet a talajon maradni és játszani normális teniszt, amihez nagyon földhöz kell ragadni, hogy az ember ezt tudja csinálni. Én körülbelül olyan messze, mint Djokovic került a győzelmektől. Megkerülhetetlen téma, és már nagyon sokszor szóba hoztuk a pályaborításokat, már majdnem mindegyiken végigmentünk. Igen. Hogy érzed, hogy itt a salak, fű, kemény pálya, melyik módszer, amelyik eredményre vezet? És arra gondolok, hogy például annak örülhet egy nemzet, mint hogy a spanyoloknak ott van Nadal, aki nem azt mondom, hogy ugye csak salak specialista, hiszen nyert másik borításon is, de ezért 11 Roland Garros van a neve mellett, tehát inkább a salakról származik nagy többségében a sikereinek a többsége, vagy inkább a komplexitás, mint azt mondjuk, hogy a Djokovic a legkomplexebb játékos, az lehet a nyerő nevelési metódus. Most pár évvel ezelőtt ugye Gugát is szerződtette a UST, az Amerikai Szövetség, hogy segítve is az amerikai játékosoknak azt a salakon szerzett hátrányát, hogy évek óta Agassi óta abszolút nyeretlenek Párizsban, igazából nem az a terep, ahol amerikai játékos meg tudja állni a helyét, tehát azt a hiányt, hogy pótolják. Tehát hogy látod ezt? Hát ezzel kínlódok itt tulajdonképpen Amerikában pont, hogy a tenisz tanuláshoz, ahhoz lassabb pályák kellenek.
Tehát itt a probléma annyi, hogy én úgy érzem, hogy kiskorban sokkal, most próbálják ezekkel a puhább labdákkal, meg kisebb labdákkal csinálni, de ugyanakkor nem tudnak ezek a gyerekek fizikailag olyan sokáig játszani egy pontot, ami ahhoz kell, hogy a koncentrációjuk a hosszú labdamenetekhez kialakuljon, ami a salakpályás játékosokra jellemző, illetve az a hosszabb kivezetés és precízebb technika, ami tulajdonképpen a salakpályás játékosokat jellemzi. Tehát Amerikában itt úgy nőnek föl a gyerekek, hogy hihetetlen gyors csúszós pályákon gyakorolnak, meg versenyeznek, ahol 16 éves korig nagyjából nem tudják tízszer átütni a labdát egymás után. Tehát itt azt mondta az egyik egyetemi edző, hogy az a 14 éves játékos, aki azt mondja, hogy tízszer hajlandó átütni a labdát, az már megnyeri a versenyt. Ez volt egy időben. Az azért egy komoly példa arra, és itt nyilvánvalóan a tanítást is úgy csinálják, hogy először hihetetlen sebességen ütögessék meg a labdákat. És hát azt látjuk, hogy igen, ez megtörténik, de abban a pillanatban, hogy ezeket az amerikai játékosokat beleviszik ebbe a hosszabb labdamenetekbe, és lassabb pályákon kell játszaniuk, abban a pillanatban az ő vérükbe, ami beivódott játék nem érvényesül, nem tudnak váltani. És az a fajta kondíció, és ez most élettani dolog, az a fajta hosszú távú kondíció, aminek 16 éves korig ki kell alakulnia, vagy 14-16 éves korig ki kell, nem történik meg. Később azt a tágítást 18-tól 24 éves korig nem nagyon lehet megcsinálni, ez az igazság. Tehát amihez egy hosszabb labdamenetet, ez a szokott fiatal játékos, ahogy nő föl, azt a kapacitást, azt később nem lehet bepótolni. Tehát ez az igazság, ez sport élettanilag így történik. Az amerikai tenisznek én szerintem ez a problémája, kivéve mondjuk azt a pár játékost, akik okosak eléggé ahhoz, hogy Európába menjenek már fiatal korban, és nagyon sokat töltsenek el salakon, mint Jack Sock. Ugye Jack Sock nagyon sokat volt Európában, ugyanakkor mindig, és ez most megint egy érdekes sztori, mert Federer mondta neki, hogy maradjon meg az otthon az otthona. Tehát ő ugyanúgy visszamegy abba az államba, honnan származik, és ott tölt el, és ott szívja föl magába az erőket mindig, ahonnan ő eredetileg származott. Ugyanúgy, ahogy ő is visszamegy ugye Bázel környékére, és ott mindig eltölt időt ahhoz, hogy ő azt az érzést összetudja szedni, amiből ő kinőtt. Tehát most megint egy kicsit ugye elmentem a témától, de ez nagyon fontos ahhoz, hogy az amerikai teniszben, mondom, hogy én nekem az a véleményem, hogy lassabb pályákat kellene csinálniuk, csak hát itt ugye mindent az anyagiak döntenek el, vizet nem akarnak elhasználni a salakpályák öntözésére, akkor a pályát gondozni kell, ahhoz kell még 2-3 vagy 4 személyzet, aki dolgozik rajta, tehát ez itt ennek nincs meg a hagyománya, és ezt tulajdonképpen szenvedi az amerikai tenisz. Na most ugye Orlandóban létrehoztak egy ilyen új amerikai teniszcentrumot, amit most már úgy csináltak meg, hogy ott van azon, nem tudom, több mint 100 pálya van rajta, és azon van vörös salaktól kezdve fűig minden egyes felület van. Tehát amit én javasolnék, és amiben tulajdonképpen szerencséje van pár országnak, akik tudnak teniszezni nagyon gyors pályákon, nagyon lassú pályákon, és ennek a variációit rendszeresen meg tudják oldani. Tehát láthatjuk azt, hogy január, február, márciusban kemény pályán történik a versenyzés, március végétől, áprilistól, mondjuk azt mondanám június közepéig, végéig salakon történik. A füves pályás szezon az nagyon rövid, és ez az érdekes, hogy a füves pályát inkább átalakították lassabbra, hogy jobban hasonlítson a többi felülethez, és utána pedig ugye megint augusztustól kezdve mennek vissza a kemény pályás szezonra, illetve az őszi szezontól pedig jönnek be a fedett pályákra. Tehát aki ezeket létre tudja hozni, ezeket a felületeket kiskortól kezdve, hogy a gyerekeket rászoktassa arra, hogy a rugalmasan tudja minden pályán felületen játszani, én szerintem az a nyerő. Még az sem kizárt egy napon, mint a nagy amerikai sportarénákban, hogy 3-4 órát lecserélik a jeget, ugye parkettára, kosárlabdát a jégkorongra, és oda-vissza, vagy koncertekre. Ez így van. Lehet, hogy még megérjük azt az időt is, hogy a füves pályát ugye salakra, vagy kemény pályátra forgathatóvá teszik, vagy valamilyen módszert kitalálnak. Ez is benne lehet, így van. Egyébként érdekes, hogy ami megint csak elhangzott, és ezt a BBC-n élőadásban hallottam Wimbledon alatt, és azt mondták is, hogy sokkal könnyebb az átállás salakról a fűre,
mondjuk itt a Quincy versenyeti időszakra gondolok, ugye? Igen. Régebben sokkal nehezebb volt, és most, amit te is említettél, hogy egyszerűen lassabb a fű is, tehát nem egy akkori éles váltás, mint mondjuk 15 éve ezelőtt. Így van, a labda sebessége miatt, tehát azok a reflexek, amiknek be kell ivódni hetekig. Régebben a fűvön ugye még csak képtelenek is voltak játszani. Volt olyan játékosunk, nem is egy, aki egyszerűen elment a fűre, és nem tudott megmozdulni, nem tudta az ütőjét fölemelni időbe ahhoz, hogy reagáljon az ütésekre. Tehát ez egy probléma volt nagyon sokáig. Aztán úgy, hát, hogy most, hogy már egy új generációk másképp nőnek föl, és ahogy mondtuk, a pályák felületek is, és Wimbledon ebben azért alkalmazkodott, és ez azt tudom mondani, talán egy pozitívum ilyen szempontból, de hát itt, és ez tulajdonképpen most a Federernek is, ahogy egyre lassítják a pályákat, azért ez nem annyira kedvez, mint ahogy régebben ők könnyedén meg tudta nyerni, mert olyan technikája volt, olyan gyors volt. És Federer, azért ne felejtsük el, hogy Svájcban magaslaton és fedett pályákon nőtt föl, tehát az a technika, amilyen van, azt azért onnan szívta föl. Itt lehetne elemezni mindent, a következő kérdésem az ide vonatkozik. Kerülgettük, táncoltuk már ezt a témakört, ez nem is más, mint a teljesítmény analízis. Mennyire van jelen itt teniszben, mert többi labdásportban most már így egyre inkább kinövi magát. Mi az a mód vagy módszer, hogy te is saját magadat nyilván fejleszted? Ó, hát itt most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye minden egyes mérkőzésen egyre precízebben ma már kiírják a képernyőre egyre jobban, hogy mi az a szükséges szám, amivel rendelkezni kell, és akkor leírják, hogy hány pontot nyert, hány kikényszerítetlen hiba, hány winner, hányszor ment hálóra, hány béklabdát nyer meg, milyen százalékban megy be az első szerva, akkor utána most már abba mentek bele, és olyan néha egész egyszerűen le vagyok döbbenve, hogy milyen technikák vannak, amiben megmutatják, hogy honnan üti a labdát, milyen távolságból az első szervát, az alapon ahhoz képest milyen, de a második, akkor hova üti a labdákat, túlnyomó részt, ezek mind ki vannak mutatva, akkor milyen magasságban megy a labda, milyen technikával ütik a labdát. Most már ebbe is belementek, mert a tévében, amikor föntről nézzük a labdát, nagyon sok gyerek mindig azt gondolja, hogy olyan sebesen megy a labda, hogy azt mi legyenesen, úgymond tiszta lappal kell ütni a labdát. Tennis Channel-en rendszeresen bemutatják egyrészt a winnereknek a sebességét, plusz bemutatják és kiírják alul, hogy mennyivel pörög a labda. Tehát egy adott winner, amit a T-vonalról beütnek, mondjuk azt mondom a tenyeres vagy fonák sarokba, ami teljesen laposnak tűnik, kiírják, hogy 3800-as fordulatszámmal megy a lab. Tehát olyan információkat kapunk rendszeresen, vagy ki van elemezve például Nadalnak az ütése, mik azok a sarkalatos pontjai, a kontrollpontjai az ütésnek, ami alapján az a labda úgy megy, ahogy. Tehát ahogy én látom, az összes olyan technikai tudással rendelkezni kell, amik a pörgetés végrehajtását, a pörgetés lekezelését, akkor utána a váll fölött való ütések, akkor a mély labdáknak a felszerelés, a technikai repertoár olyan magas szintre kellett, hogy emelkedjen, és hát ugye Federer is ebben állt át, és lehet látni, hogy most már az, ő is megmondta, hogy körülbelül 10 féle fogást alkalmaz ahhoz, hogy az ütéseket végre tudja hajtani. Mert ugye amikor a lapos labdát másképp fogja, azt majdnem ugye félkontinentálisra fogja, ha már a válla körül jön a labda, akkor már majdnem teljesen ugye westernre, hogy egy kicsit szakszavakat használjak, fogja az ütőjét, és ezeket mind meg kell, hogy hova vezetik az ütőfejet, hogy milyen utat kell bejárnia az ütőnek, és ez mind azokkal a lassított felvételekkel. Az ember rámegy a YouTube-ra, és annyi analizálás van, hogy ma már szinte ezek a titkok, ezek már akár egy szülő számára is elérhetők. És nagyon sokszor azok a szülők, és ezt tapasztaltam otthon is, akik fogékonyak voltak, vagy azt mondtam, hogy, mert én nagyon sokat analizáltam mindig már annak idején is, amikor az edzőképzést csináltuk otthon, analizáltam, hogy hogyan állnak hozzá, melyik lábról, hogyan fordulnak rá, mit, hogyan fogják az ütőt, hogy használják a csuklót. Én nagyon sok szülőt is, akik most befutottak játékosok, azoknak a szüleit én és az edzőiket is, akik hajlandók voltak meghallgatni, azoknak én adtam azokat a tippeket, amiket minden héten, amikor hazamentek, csináltak, és jöttek vissza update-elni minden egyes hétvégén, és ezeket a technikákat a lehető legkoraibb életkorban mi már lefektettük nagyon sok olyan játékosnál, akik ma már ott vannak. Tehát ez, ahogy látom, rendkívül fontos, és ha ez nincsen meg, és valami hiányzik, akkor egész egyszerűen nem jutnak oda a játékosok.
Miklós, engedj meg egy olyan kérdés, ami már régóta foglalkoztat, és lehet, hogy kicsit megmosolyogtató, vagy már éppen lehet ellentétesen, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt a kérdést. Jelentette előnyt egy olyan játékosnak akár a kinevelése is, ha valaki nem adott erre, hogy mindkét kézzel egyaránt tökéletesen bánik az ütővel. Tehát akár tudsz szerválni jobbal, ballal, és ambidextrus. Az ambidextrus, igen. Így van. Én erre nem látok ma már példát. Egész egyszerűen olyan gyorsan megy a fejlődés, olyan gyors a játék már, én mondom, le vagyok döbbenve, hogy már 10 éves gyerekek milyen szinten, 9-10 éves gyerekek milyen szinten tudnak teniszezni. Egész egyszerűen, ha már akkor nincsenek ezek a mozdulatok megtanítva, amiket tulajdonképpen felnőttként is kell használnia, a gyerekek már nem tudnak nyerni, és nagyon veszélyes, hogy elveszítik a motivációikat. Tehát nem érzem ennek a kétkezes ütésnek az előnyét, mert nem tudok annyi ismétlés számot végrehajtani adott kézzel, csak körülbelül fele annyit, ugye? Amennyit más gyerek ugyanazzal a kezével, és abban a pillanatban ez már hátrány. A beszélgetésünknek az utolsó fázisába érve, most nem Wimbledont, de mondjuk akár a többi másik Grand Slamet nézve rövidítésbe érünk. Hogy látod a magyar Davis Kupa csapatnak az esélyeit, és magának a Davis Kupának a reformjáról van esetleg egy kialakított álláspontod? Amit érzek, hatalmas nagy szívvel játszanak a játékosok, és iszonyatosan nagy a motiváció most ennek a felfutásnak köszönhetően, hogy ott vannak közelbe, és le tudtak győzni komoly nemzeteket. Nagyon jó esélyt látok annak ellenére, hogy nincs könnyű dolguk. A változtatás nagyon fontos, mert nem bírja el egy játékos azt, hogy 3 napon keresztül 3 nyercetre egy vezéregyéniség játszon egyfolytában, és utána azt mondom, hogy rögtön 2 hét kiesik, ami ma már, ahogy látjuk a súlyos versenyprogramban, ez nem fordulhat elő. Így röviden. Akkor röpke kérdésem az, megítélésed szerint milyen a magyar edzőknek a jelenléte, és miként látja ez külföldön? Tehát most is olvastam arról, Sapovalovnak a Nagy Peti a egyik, vagy ő volt a felkészítője a Salakos szezon előtt. Ennek a most, ha már így a Sapovalovról beszélünk, itt Veres Nándinak a helyzetéről kell beszélnünk, aki Floridában dolgozik, és ez a két srác, Sapovalov és a Nagy Peti együtt edzettek még ott pont a Veres Nándinál juniorkorukban nagyon sokat, és egy kicsit később, mint juniorkorukban, azt tudom mondani, ebben az átmeneti időszakban, amikor még ugye nem vagyok benne a 300-ba vagy a 200-ba, de már úton vagyok fölfelé ATP szinten, és ott Floridában játszottak rengeteg versenyt, nagyon sokat edzettek együtt, jó barát lettek. Én mondom, Nándi csinálja talán ott az egyik legmagasabb szintű munkát, Veres Nándi és az a team, így a nemzetközi edzők közül. Itt Amerikában olyan rengeteg edző van, és annyira sok mindenki, hogy tulajdonképpen így, mint magyar edzők, itt nem nagyon engednek át bennünket itt ezeken a szűrőkön, mert nekik is megvan az a hihetetlen Grand Slam bajnok, top 10-es játékos, visszavonult játékos, edzővé avanzsált játékos gárdájuk, akik elvégzik ezeket a feladatokat. Federer és Nadalt már nagyon sokszor említettük. Szeretném megkérdezni, hogy van esetleg a kettőjük közül preferált játékos, akinek a stílusa vagy egyéniségével szimpatizálsz, illetőleg szerinted működik-e a barátságuk és az egymás iránti abszolút respektjük mellett az ego, tehát hallani annakat, hogy most jövőre el akar indulni Roland Garroson Federer, és most azt a mentális előnyt, amit ugye az elmúlt években vissza tudott szerezni, fölény Nadallal szemben, azt szerette volna megtartani, azért nem is indult el most a Garroson, tehát próbálja csökkenteni az egymás elleni mérlegben szenvedett hátrány, és Nadal esetleg befoghatja Federert. Igen, igen. Tehát itt nyilvánvalóan nagyon nehéz, mert annyira fizikailag, annyira magas szinten kell lenniük, és minden egyes évvel egyre kevesebb egy picikét erre a potenciális lehetőségük. Én Federert preferálom, mert én is egykezes vonátkötőtök, én is szeretek a hálóra menni, szeretek nyesni, stb. Egy agresszív felfogás játékom volt nekem is tulajdonképpen, tehát az ő játéka, azt tudom mondani, hogy közel áll hozzám, plusz még őt személyesen jól ismerem, mert az egykorosztályú csapattal mi nagyon sokat utaztunk együtt vele, és egy rendkívül szimpatikus, jó srác volt, tehát én személyesen is azt tudom mondani, hogy nagyon szeretem őt. Ugyanakkor Nadal természetesen az a fajta teljesítménytenisz, amit ő produkál, az egy full teljesítménytenisz, amit ő csinál, pont ezek a analizáló számok alapján mindene jobb, mint bárki másnak, és plusz az a fizikai erő, amivel ő rendelkezik, hát ő rá mondják, hogy ő az a komplet atléta,
aki azt mondom, hogy bármilyen sportágban, triatlonban mindenhol megállná a helyét. Amit azért azt mondom, hogy Federerre ez a része nem annyira vonatkozik, mint inkább az a koordináció, meg macska mozgás, amivel ezt a hihetetlen energiahatékony ütéseket vége tudja hajtani, amit én annyira szeretek. Ki lehet a jövő vajon, vagy ki veheti át az ő helyüket? Mit gondolsz? Hát sokkal szürkébb a mostani mezőn, ahogy látom. Sokkal szürkébb, nem tudnak olyan szintre. Talán én nem tudom, ez a balhé és Kirgiosz srác, ez olyan megoldásokat produkál, olyan lezser, olyan gátlástalan, hogy őre oda kell figyelni, amikor nézzük, bár mondom azokkal a, majdnem azt mondom, hogy gusztosan viselkedésével ezt mind rombolja, és első reakcióm vele szemben nekem is az a teljes elutasítás volt, aki ugye egy ilyen drákkói szigorú típus, mint én. Ugyanakkor az a zsenialitás, amivel hozzányúl a labdákhoz, és ahogy megoldja, az a leglátványosabb nekem, amit most szeretek nézni. Fonyinit szeretem nézni azokkal, azzal a hihetetlen szinte nyújtott lábbal való begyorsításokkal, olyan helyezésekkel, amivel meghazudtolja azokat a, úgymond, ugye, amikor belódolunk, azt mondom, hogy belegugolunk az ütésbe, és rugaszkodva végrehajtjuk az ütésbe, ő ezeket mind áthágva hihetetlen tehetsége játszik megint. Én szeretem az ilyen tehetséges játékosokat. Nekem leginkább Zverev játéka nem tetszik, ez az igazság. Akármennyire ott van, és ő az, aki tulajdonképpen a Nadalnak ezt a teljesítményt teniszét viszi tovább. De utána Shapovalov tetszik még nekem nagyon, de hát még az egy annyira fiatal kis csikó, hogy még nagyon sokat kell érniük ezeknek a játékosoknak. Remélem az idő majd azért megadja erre a választ. Egy aprócska pontot, momentumot nem említettünk az életutatba, hogy konzervatóriumot is végeztél, és... Nem végeztem. Tehát jó az információ, mehettem volna. De zongoraművészeket megszigyenítő módon zongorázol. Az nem igaz, az sem igaz, tehát semmi se igaz ebből. Én 6 évig zongoráztam, amire most így utólag azt tudom mondani, hogy büszke vagyok, mert van egy olyan terület is az életben, ami talán nem ez a bebutult tenisz vagy sportvilág. Igen, kaptam ezt az alapokat otthonról, és én zenei tagozatos általános iskolába jártam, és jó volt a ritmusérzékem, és akkor utána 6 év után már kezdtem unni a zongorát, és akkor akartak engem átvinni, hogy legyek karmester, meg menjek föl esetleg konzervatóriumba, de aztán nem mentem. Tehát utána én megmaradtam a sportnál, mert az a szál az erősebb volt a motivációimban. Ugye apám révén is, meg én egy hiperaktív típus voltam mindig is, egy őrült a pályán, stb. Ezt is rám tudják olvasni, akarják rosszindulatú emberek, de így is volt, és hát nem volt, azért is van még mindig energiám, mert egy ilyen típus voltam mindig. Előfordult a praxisodban a pályafutása során bármikor, hogy akár így összetartáson, edzőtáborban, kritikus meccsek előtt, Davis kupában, pont zongorázással oldottad a hangulatot a srácok körében, vagy a tanítványai körében? Nem fordult el. Nem volt zongora sehol, egyrészt, másrészt meg nem is akartam ezen, mert tényleg csak 2-3 számot tudok már lejátszani, elfejtettem szinte mindent, tehát nem fordult elő. Jelenleg Kaliforniában dolgozol az általad vezetett teniszakadémián. Elmondanád pár szóban, hogy hogyan és honnan jött ez az ötlet, illetve hogy milyen újabb célokat tűztél ki az elkövetkezendő évekre? Jó, tehát itt sajnos ez egy nagyon rövid momentummal meg kell említenem, hogy a privát családi életem ráment otthon a tenisz szeretetemre, illetve arra elhivatottságra, amit én csináltam, és tulajdonképpen tönkrement a házasságom otthon, annál is fogva, mert egyrészt túl sok időt töltöttem, túl hihetetlen alacsonyan megfizetve, és feljutottam a csúcsra így is, és utána, amikor ugye a család is szétment, én azt mondtam utána, hogy na, ez így nem érte meg, ebből elég volt, és teljesen a privát élet hozta úgy, hogy a jelenlegi gyönyörű feleségemmel megismerkedtem, és miután tulajdonképpen szétment a családom, ő adott nekem egy olyan meghívást tulajdonképpen, hogy jöjjek ide ki, és kezdjünk itt valamit el közösen. Abszolút privát oka volt, és semmiféle tenisz gondolatom nem volt azzal, én nem terveztem, hogy én valaha Amerikába kijövök. Ennek egy egyszerű privát érzelmi oldala volt. Ide kijöttem, és egy új családot alapítottam, amivel tulajdonképpen
az egész tenisz munkámat a család köré építem, és az el van döntve, hogy én még egyszer nem fogok csak más szülőknek a gyerekeit boldoggá tenni, illetve gazdaggá tenni, hanem megpróbálom a sajátjaimat, és a köré, aki még odafér, azoknak én a tudásomat eladom. Tehát ez a jelen pillanatban a Ars Poeticám, azt tudom mondani. Tehát így adódik. A pálya tulajdonképpen itt van a házunk mellett, egy communityben élünk, és aki az én tudásomat megveszi úgy, hogy idejön hozzám, annak tanítom meg a teniszt, és mivel látom azt, hogy itt Kaliforniában milyen alacsony a motivációs szint, ezért olyan nagyon nem is halok meg, hogy én itt most megváltsam a világot, ez az igazság. És esetleg így záró kérdésként megkérdezhetjük, hogy bár lehet, hogy nagyon nehéz kérdés ismét, tehát lehet, hogy azt kell mondunk, melyik volt az a top 3, a legemlékezetesebb pillanat az edzői pályafutásod során. Mely volt, vagy melyek voltak? Jó vagy rossz, egy annyi volt, jó ég. Na, hát most talán az volt egy nagy csúcs, amikor Andy Murray ellen a Glasgow-i arénában tudtunk játszani, és az volt talán a karrieremnek a csúcsa, amikor ott ugyanaz a stáb, aki szervezi mai napig a londoni világbajnokságot, ugyanaz a szervezéssel mi is bevonultunk ott 5-6 ezer néző előtt, és akkor utána a reflektorfényekbe jöttünk elő ilyen füstből, mint ugyanúgy, ahogy ma látjuk az összes profit. Talán, mint edzői élmény, azt tudom mondani, az volt a legnagyobb, aztán utána hát azok a Grand Slam sikerek, amiket juniorként elértünk a játékosaimmal, ez a másik. Azt hiszem, lassan kezdődnek az edzések az akadémián, úgyhogy hagyjunk is menni. Hornok Miklós volt adásunk vendége, köszönjük Miklós, hogy rendelkezésünkre álltál, és további sikereket, jó egészséget kívánunk, bárhol jársz, bárhol tevékenykedsz a világban. Köszönjük. Köszönöm a türelmet a hosszú monológiaimhoz. Köszönöm. Minden jót mindenkinek. Montreal és London között pattogott a képzeletbeli labda. Állandó szakértőink Ruzanov András és Szabó Attila jó voltából. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Závodni Zsoltot hallották. Viszont hallásra. I'm out of here.